Na jó reggelt mindenkinek. Szevasztok, jó reggelt, srácok. Sziasztok. Csütörtök mondás van. Napsütésre ébredtünk. Nagyon jó idő van. Abszolút. Én onnan tudom mindig, hogy nagyon jó idő van, hogy se amikor kijövök a lakásból, se amikor az autóval elindulok, nem látok semmit, és akkor tudom, hogy jó idő van. Aha. Borzalmas, egyszerűen borzalmas. Ilyenkor gondolkodom el azon, tudod, hogy, és tudom, hogy ez így gáz, mert miért gondolkozok rajta, tudod, hogy napszemüvegbe kéne vezetni. Uh-huh. Általában abba szoktam, csak most volt egy kis dolgom így a jobb szememmel, még így amúgy vezetés közben, amit nem szabad csinálni, és emiatt nem tudtam hordani, úgyhogy most nem is, nem is csak a vezetéssel foglalkoztam, ami nagyon rossz dolog, és nem is láttam semmit, úgyhogy elhozott engem az erő. Konkrétan a munkahelyig. Ide. Vagy ide hozott. Úgy működöm már, mint a postás bicikli, tudod, hogy arra tök mindegy, hogy ülsz fel, milyen részegen úgyis hazavisz. Úgyhogy ez van, de persze nem ittam reggel, hogyha valaki erre akarja kiforgatni a dolgot. Egyébként. Néhány dologgal kapcsolatban akartam említeni a Discord csoportot. Láttam, hogy mivel, hogy elkezdtek ugye megjelenni a PlayStation VR 2 videók, valami történt az éterben, tehát nem tudom pontosan, hogy mi, de így elkezdtek megveszni az emberek, most így hirtelen, aminek én örülök egyébként, mert legalább valamennyi hype-ja van ennek a dolognak. Nagyon várom egyébként a virtuális valóság szakértő embereknek így a videóit. Most ezt nem iróniában mondom, hogy ők mit szólnak hozzá, és kíváncsi vagyok a véleményükre, mert itthon is nagyon sokan vannak. Idézőjelben, most nyilván mennyire lehetnek sokan a tartalomgyártók. Információ erről, mi is megkaptuk a PlayStation VR 2-t. Több mint valószínű, hogy unboxing, tehát a shortcut unboxing videóval fogjuk kezdeni a sort, azután pedig majd valószínűleg egy tesztet is fogunk készíteni belőle, szem előtt tartva az első verziót, és így nagyjából beszélni róla, hogy körülbelül milyen lett, mi a vélemény, stb. Megmondom őszintén, hogy én izgatott vagyok ezzel kapcsolatban, eleve izgalmas, régen volt már egy olyan igazi új VR headset így a kezünk között. Jó is, hogy volt egy nagyobb szünet így ebben, így remélem, hogy érezni fogom a különbséget, és a többi, mert azért nagyon nagy különbség van technikailag a kettő között. Úgyhogy erre vonatkozott egyébként az első ilyen Discordos felvetés. A második pedig a motion sickness problémára vonatkozott. Ez egyébként úgy tudom, hogy a happy hour-ben nagyon érdekli most az embereket, úgyhogy erre mindenféleképpen szeretnék rávilágítani, hogy nem tudok beszélni a motion sickness részéről a PlayStation VR 2-nek, mert mindig ott van a dobozban. Ott. Úgyhogy fogalmam sincs. Annyit tudok mondani erre, hogy vannak olyan emberek, akik az FPS játékoktól is szédülnek. Igen. Meg vannak olyan emberek, akik bírják, amikor dugóhúzóba pörgetik őket, mondjuk egy MIG repülőgépbe. Úgyhogy különböznek az emberek. Én mindig azt mondtam annak idején, amikor még mi voltunk ott a VR, hogy amint is szó szerint, hogy sajnálom azt, aki nem tudja élvezni ezt a cuccot. Így van. Úgyhogy, annyit el tudunk mondani, hogy egyenlőre te nem lettél rosszul tőle. Én rosszul tudok lenni tőle, de az már egy olyan idő... Azért mondom, hogy ez már jó jel, hogy egyenlőre te nem vagy rosszul tőle. Igen, csak az igazság, hogy én tudod, ilyen köcsökségen edződtem. Tehát én abban a korszakában edződtem a VR-nak, amikor még nem szabadott volna embereknek mutogatni. Igen. Akkor még rosszul lehetett tőle lenni, most már amúgy szerintem egyáltalán nem lesztek, de mondom, vannak olyan emberek, akik hiperérzékenyek erre a dologra. Hát van, akinek a gyomra nem bírját most. Igen, ugye? Nincs ezzel semmi baj. Nyilván... Vagyis hát neki van, de sajnos ő kimarad ebből. Úristen, annyira izgalmas ez a téma, hogy már a csészék színéről van szó a chatben, csak mondom azoknak, akik nem látják így az alsó szekcióját a képernyőnek. Tudom, de mondom, ez volt feldobva, ezért beszélek róla. Egyébként arról van szó, hogy ugye... Vannak olyan emberek, akik például a kocsiban is rosszul vannak, repülőn rosszul vannak, stb. Itt most a rosszulétnek is vannak fokozatai, de annyi a lényeg, hogy az agy, az emberi agy, konkrétan ez a motion sickness, tehát ez a, nem tudom, hogy lehet ezt lefordítani, de normálisan pedig volt rá megfelelő, ez egy ilyen diszorientáció tulajdonképpen, hogy ugye a szemed látja, hogy mondjuk, mit tudom én, mozogsz, zuhansz, esel, stb. Az agyad viszont tudja, hogy nem. Mert hogy tudod... Érzékeli, hogy nincs meg a hatás. Igen. Ebből a különbségből ered igazából. A sickness az nem érzékelés, ez teljesen biztos, köszönöm. És annyi a lényeg, hogy ennek a különbségnek a hatására ugye előáll ez a szédülés, mert ugye nem tudja összefésülni az agya azt, hogy a test nem mozog,
te viszont a szemed szerint mégis. Igen. És ugye, amikor kialakul ez a szédülés dolog, ez egy ilyen ősi ösztön mozdít meg az emberbe, ami a mérgezés ösztöne. Ilyenkor azt hiszi az agy, még egy ilyen nagyon régi ösztönből maradt meg ez, vagy így örököltük az ősöktől, hogy rossz bogyót evett, és ezért hányingered lesz de durván, és emiatt vagy rosszul itt. Tehát azt az emberi test tök sok részből tudja, hogy nem mozog. Ugye azt tudjuk, hogy a fülfolyadék, egyéb dolgok azok, amik ugye rávisznek minket. Vannak olyan emberek, akik erre sokkal érzékenyebbek, mint mások, tehát ez a különbség, hogy nem érzi a testedet, hogy mozog, de az agyad látja, van akinek ezt, tehát van akit annyira, nem is tudom, hogy mondjam, annakit annyira meggyőz ez az egész dolog, de mégsem, hogy így nem tudja összerakni a kettőt az agy. Hogy igen, de játszom. És igen, ez egy VR headset. És akinek ez nem megy, abban kialakul ez a szarság, és rosszul lesz. Ez régen se a headsetek hibája volt? Jó, de. Régen a headsetek hibája volt, mert egy headset meg tudja tenni, mert mindent meg tud tenni azért, hogy például a fejmozgásodat teljesen, tehát nulla latency-vel összehozza ugye a dologgal. Régen ugye az volt a gond, hogy így mozdultál, és aztán így egy pillanattal később jött a kép. Na hát azt ne próbáljátok ki. Igen. Most már nincs ez. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem a headsetek hibája. Van, aki nagyon érzékeny erre a dologra. Egyébként van, aki kevésbé. Én azt gondolom, hogy mint review tájékozódás szinten, srácok, hogyha néztek erről videókat, akkor ne ez legyen a kiinduló pont, hogy na, rosszul vagyok-e a PS2-től, vagy a HTC Vive-től, teljesen mindegy, mert ez specifikus lesz rád, pontosan, hogy rosszul vagy-e tőle, vagy nem. Mert el lehet olvasni, mert mondjuk, hogy ha 10 reviewerből 10 rosszul van tőle, akkor azért az elég rossz jel, de alapvetően, hogyha csak egy-kettőt nézel meg, akkor nem feltétlenül ez lesz a támpont, mert másik ember. Van, aki vonaton háttal ülve is rosszul van, van, aki a kocsiba előre ülve, kanyargós úton rosszul van. Igen. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy aki ezekben a helyzetekben rosszul van, a PSVR-ban is rosszul lesz, vice versa. Nem. Embere válogatja. Ki kell így próbálni, ezt meglátjátok. Úgyhogy ez ne legyen egy ilyen dolog, ami a kedveteket szedi, ki kell próbálni. A második dolog, ami ezzel kapcsolatban lehet érdekes, hogyha ilyesmi iránt érdeklődtök, hogy mindenképpen próbáljatok olyan experience-t benne, így van Zsofix, tehát azért, mert játékfüggő, amiben ültök. Tehát autóverseny, repülő, gép, tanksofőr, teljesen mindegy. Tehát ahol a karakter és a játéknak is része az, hogy ülsz. Igen. És te is ülsz. Igen. Azok a leglájtosabbak. Tehát ott nincsen gáz. Tehát amikor futni kell, vagy ugrani, vagy mászni, az para, meg amúgy az, tehát az cseszi szét az agyát annak, aki erre érzékeny. De hogyha mondjuk egy egyszerű autós játékkal akartok játszani, akkor ugye ott székben ültök, amúgy is székben ülsz, tehát nem mozdul a karaktered. Csak a fejed tudod mozgatni, igen, van kormányod, akkor fésülöd össze a legjobban, és akkor az agyadnak nem kell azon erőlködnie, hogy amúgy mi a faszom történik, mert igen, hogy értek mindent, mert látom, de what? Na mindegy, tehát ne az Iron Man VR-ral kezdjetek. Az egy kicsit ijesztő. Na mindegy, szóval erről ennyit, úgyhogy erre figyeljetek oda, hogy ezzel lehet probléma. De mondom, nem kiinduló pont, mert a minden embernek sajátja. Egyébként ez a dolog. Igen, na, erre csak ki akartam térni itt az elején, mert láttam, hogy itt néhányan kérdeztétek, hogy mi a helyzet a VR-ra kapcsolatban. Gondolom azért, mert ugye az ilyen review unitokat, meg influencer pack-eket lassan megkapják az emberek a PlayStation VR 2-ből. Azt tudom, hogy az előrendelők már azóta tolták. De igen, úgyhogy tech videó mindenféleképpen érkezik belőle, amint lehetséges. Igyekszünk vele nagyon. Bezony. Még a kárma is. Ha, minden jó. Vagy hol? Hát azt erősen kétlem, de kitaláljuk, igen. Igen. Na mindegy, úgyhogy azért mondom, hogy van, aki érzékenyebb erre, van, aki nem. Igen, hogyha van rá lehetőségként, tényleg az a legjobb, hogy elmenni akár egy ismerőshöz, akár egy valahol ki lehet próbálni. Igen, egy ilyen VR pubba. Tudom, igen, hogy Pesten van egy csomó. Aki nem pesti, az nézen körbe. Nem tudom, hogy amúgy már ők cseréltek-e kettőre, vagy nem, de biztos, hogy lesz amúgy. De mondjuk, hogyha nem is feltétlenül a kettes próbálja ki valaki, hanem elmegy, kipróbálja egy régebbit, az is már egy kicsit támpontot ad, hogy mennyire bírja. Igen. Nem tudom, hogy így mondom, visszaemlékszem még így a nagyon-nagyon-nagyon béta időszakokra, meg utána a megjelenésekre is, tudod? Régen is volt, érted? Mit tudom én, a PSVR 1, ha visszaemlékszem, vagy a Vive, vagy az Oculus,
Mindegyikkel. Volt olyan, aki rosszul volt, volt olyan, aki nem. Persze. Ez van. Volt, aki nem tudta élvezni, sajnos, volt, aki meg beszart tőle. Hány olyan változat volt, amikor a telefont raktad be, és igen, osztogatták a szolgáltatók kb. Igen. Az is egy... Jó, közelében nincsenek a technológiának, de egy támpontot tud adni, hogy mennyire bírja az ember. Abszolút. Igen, igen. Szerintem is elég egy ilyen, szerintem egy 5 perc, egy 5-10 perc benne, és akkor megtudod, hogy neked ez való, vagy nem. Ez van. A technológia egyébként nagyon érdekes, mint tech, hogy amikor tudod, része az ember, akkor bármennyire jó a technológia, de te nem vagy rá, tehát hogy mondjam, nem azt mondom, hogy rá alkalmas, hanem kevésbé tudod élvezni, mint más emberek, ez annyira nem fair, nem? De volt ez is, tudod, hogy volt, akinek a szemével voltak gondok, és tudod, a 3D-t egyáltalán nem tudta élvezni, nem is látta a 3D-t. És tudod, amíg erre rájöttek, és így mondták, hogy na jó, bazzak, de ez mekkora szar. Hát mondom, hát most mi csináljak, bazzak? Hát ez van. Tehát például az is egy olyan dolog volt, hogy azért furcsa, nem, hogy ugyanolyan emberek vagyunk elvileg, kifizetjük ugyanazt a pénzt, és nem tudjuk élvezni az experience-t. Ez kurva szar. Ez kurva szar egyébként. De nekünk... Nekünk valami végtelen durva volt, élmény volt az, amikor először tapasztalgattunk ilyen dolgokat. Igen, na mindegy. Mindegy, mondom, akkor abba hagyjuk ezt a témát, de mint technológia érdekes, hogy vannak olyan dolgok, amikkel kapcsolatban számít, hogy kihasználja. Igen. Emlékszel arra, amikor a Kineknél bejött ez, hogy az afroamerikaiakat nem érzékelt olyan faszán? Igen. Na például az is milyen dolog már. Hogy így oké, hogy nem arról van szó, hogy rasszista a Microsoft, hanem hogy így, hát most bazdmeg, jött egy új technológia, és nem ez nagyon-nagyon rossz, de nem vagyunk egyformák. És aki ezek után is azt mondja, az téved. Tehát, hogy nem, a technológia szemszögéből nem voltunk azok, és voltak problémák ebből. Ezért kell mindenkire gondolni. Igen. Kérdés az, hogy hol húzod meg a határt. Vagy egy egyszerű példa, ugye az Apple Watch, amikor jött, aztán rájöttek, hogy hát a vérnyomásmérés az nem igazán úgy működik a tetovált csuklókon. Igen, igen. És így akinek ott van tetoválása, nem feltétlenül kapott olyan eredményt. Így van, így van. Szóval vannak, tehát vannak olyan dolgok, amiket a technológia nem ugyanúgy tűr meg, és ebből a szempontból különbözünk egymással. Ez amúgy mondom, szomorú, meg nem fair dolog, de ez van. De ne ez legyen a kiinduló pont egy technológiánál. Figyelj, végül is ugye ez az első lépés a technológiánál, hogy elkezdik, rájönnek, hogy valakinek nem jó. Igen? Igen. Lecsaptál? Megvan? Igen? Igen. Valakinek nem jó, és akkor innentől kezdve tudnak tovább haladni, hogy próbálgatják, hogy tökéletesítik, csiszolják, hogy mikor jutunk el odáig, amikor tényleg mindenkinek jó. Igen. És ezzel fejlődik az ipar. Igen. Úgyhogy majd kiderül egyébként, hogy ez is hogyan fog alakulni. Minél több tapasztalat, én azt mondom, ne féljetek tőle, de ez tényleg olyan dolog, amit mindenféleképpen ki kell próbálni, mert másképpen nem javaslom, hogy ennyi pénzt fordítsatok rá, mert a végén még úgy jártok, hogy nem tudjátok élvezni. Igen. Ezt a dolgot. De mondom, régebben is megvolt ez. Ha már technológia, és ha már Discord, érdekes dolog, na, ami szerintem... Min akadt meg a szemed? Azon akadt meg a szemed. Tegnap olvastam én is egyébként, hogy nyilvánvalóan ez is egy ilyen mondva csinált dolog, mivel hogy ez az internetes korhatár, ez ilyen, tehát amennyit beállítasz magadnak, de hogyha ugye készítettél magadnak accountot, ugye a TikTok, mint platform, ugye eleve a korosztállyal kapcsolatban mindig ilyen érdekes volt, hogy a 18 év alatti korosztálynak voltak megkötéseik. Bizonyos dolgokkal kapcsolatban. De most a TikTok egy új policy-t vezetett be, ami egyébként napokon belül aktiválódik, tehát hogy ez nem egy ilyen majd egyszer. Cucc, hogy a 18 év alatti accountok egy nap maximum 60 percet tolhatják. Ó, az igen. Most ez nem is feltétlenül csak a TikTok szemszögéből érdekes, hanem úgy egyébként is, hogy tehát mi történik? Tehát akkor mégiscsak sorvasztja az agyad, bazd meg, nem? Nyilván ezt tudtuk egyébként, hogy ez így van, csak hogy érdekes, hogy ugye a platform oldaláról jött ez a dolog, hogy ez így működjön. Nem tudom, hogy most nyilván ez most nem akadályozza meg az embereket abban, hogy beállj csak, hogy 25 évesek, azt jó napot kívánok, de furcsa, amikor egy platform ilyet csinál, nem? Igen, nem? Ez nagyon furcsa. Ez nem olyan, mint hogyha magadról mondanád, hogy végül is lehet, hogy látják a számokat, látják, hogy a 18 év alattiak mondjuk napi 3-4 órát nyomják. Ez egész biztos. Biztos vagyok benne én is. És azt mondják, hogy hát lehet, hogy a fejlődő generációnak nem ezt kéne csinálni.
Mondjuk az más kérdés, hogy most beállították azt, hogy egy órát lehessen tiktokozni, vagy be fogják állítani, ugye? Hát ennek ellenére mondjuk a gyerek nem megy ki az udvarra futkorászni, hanem más appot fog megnyitni, és más fog nézegetni. Igen. De megmondom őszintén, nekem amúgy tetszik ez a fellépés a TikTok részéről. Én egyébként szerintem ez nem egy pozitív töltetű fellépés, most így az okokat tekintve. Tehát én kétlem, hogy vigyázni akarnak a 18 év alattiakra. Szerintem a 18 év alatti accountok számát akarják csökkenteni. Ha engem kérdezel ezzel. Aha. Egész egyszerűen majd mindenki átállítja, és akkor az lesz, hogy nem a tárogató lányok, azok nem gyerekeknek mutogatják a... Világos. A mucust. Benne van ez. Csak nagyoknak. Ennyi. Benne van a pakliba ez is. Igen. Az is lehetséges, igen, hogy Amerikában elkezdték ugye vizsgálni most már a TikTok helyzetét. Azt is tudjuk, hogy az elmúlt két hétben még több országban bevezették a köztisztviselőknek így gyakorlatilag, hogy nem lehet használni a TikTokot. Azt tudom, hogy az Európai Unióban is most már így van. Az uniós képviselőknek sem lehet TikTok a telefonjukon, meg még egy ország volt. Kanada talán, vagy nem is tudom, hogy kik vezették ezt be. De tehát nyilván ez is benne van, hogy valamilyen szintű nyomás alatt van a platform, de meg ugye beszéltünk erről már többször itt a reggeli műsorokban, de minden esetre érdekes, hogy szerintem ez lehet, tehát szerintem ez nem egy lelkiismereti probléma. Ja, biztos, hogy benne nem. Hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy ugye annak idején, tehát ugye a TikTok amiből lett és amivé vált, ugye ez is ment róla, hogy ugye igen. Csak a fiatalok használják. Tudod, úgy tátogás, igen. Minden, és szerintem ezt akarják ölni. Mert ugye hát a content azért elég erősen megváltozott rajta. Hát igen, látja a TikTok is, hogy most már nem csak az a célközön, nem csak az a felhasználó bázisuk van, ami nem tudom, 5-8 évvel ezelőtt volt, vagy lehet, hogy van a sokkal több is, hanem teljesen más, és most már abba az irányba akarnak menni, ahol a jelenlegi felhasználó bázis mutat. Igen. Vagy igényel. Az a lényeg, hogy a kérdés az, hogy hogyan működik ez a dolog, a következő hetekben minden account, ami 18 év alattiakhoz tartozik, egy 60 perces daily screen time limitet kap, ami arról szól, hogy amikor letelik a 60 perc, akkor kéri majd a passzkódjukat a cokmok, és hogyha azt a passzkódot beütik, akkor nézhetik amúgy tovább a dolgot. Tehát nem az van, hogy így kikapcsol az app, csak egy tudatos döntést kell hozzanak, hogy még többet akarnak tiktokozni. Na most ez pont egy olyan kis bukkanó, így már másképpen hangzik, igaz? Ez pont egy olyan kis bukkanó, ami miatt mindenki be fogja állítani, hogy 20 éves, azt jó napot kívánok. És le fog csökkenni a 18 alatti most a kérdés az, hogy ugye a telefonnak a saját passzkódját kéri, vagy mondjuk a szülői felügyeletes passzkódját? Nem a szülői felügyeletes, azt tudom. Igen. Igen, azt hiszem, hogy a 13 év alattiaknál lehet ugye a szülői felügyelettel lokkolni. De az hard lock, tehát azt nem tudod feloldani. De a többieknek már annyira nem. Itt gyakorlatilag annyit tesz a TikTok, hogy egy bosszantó idézőjelben bosszantó dolgot tesz bele, ami miatt mondom át fogják állítani. A másik minden felelősséget hárít. Igen. Tehát nem az agyar mérgezi, te döntöttél úgy. Hiába állítja be, kéri a személyedet az app. Micsoda? Persze, meg én úgy tudom egyébként, hogy a lábméretedet is meg kell adni, és hogyha változik, akkor ezt módosítani kell, mert folyamatosan a Face ID nézi a talpad, és ha megnő a lábad, nem tudod használni a telefonod. Én így hallottam. Hát meg ebből számolják, hogy hány éves vagy, nem? Hát most a 13 évesnek csak nincs 45-ös lába. Azt mondják, a telefonoknál egyébként tudom. Általában, ha valaki nem vette észre, a hátlap egy milliméterre elmozdítható még az iPhone-okon is, egyébként így magától a készülék, és oda lehet bedugni a személyigazolványt egyébként. Igen. Csak magyarra működik. Jelenleg ennyi a korlátozás. Úgyhogy ezért van Feri egyen most egy repülő, mert hogy ugye mindenki jön Magyarországra, be tudják. Igen, hogy be tudják tenni a telefonjukba a cuccot. Egy. És hogy meg tudják nézni, mi a helyzet. Így van. Így van egyébként. Gerincgyűrűket nézik meg a fáknál. Igen, csak az úgy tudtam, hogy a lábszáradnál vágnak el, és akkor ott kezdik el számolni. Persze, hát egyébként onnan kezdődik a gerinc is. Hát a dolgot egyébként. Én így tudom. Én így tudom. Igen, Pálinkás Laci, csak az új személyét fogadja el. A kéket. Azt a kéket. Ó.
Igen, azért, bocsánat, Kori Csabi, mondtam én is, a 13 évesen 45-ös, nekem 45-ös a lábom, nem tudom, mikortól volt, és amikor kimondtam, már rájöttem, hogy lehet, hogy fasságot mondok, mert lehet, hogy nekem is már ott körül meg volt az. Nem tudom, én lábméret szinten, tudod, így na, tehát a férfias lábméret, ha lehet egyetlen ilyet mondani, igen, nem tudom. Tudod, az azért, na, tehát így nagyobb lábú emberek a férfiak, és... Nem azt mondom, mint a nők, hanem így egyébként is, tehát hogy arra mondták régen, hogy azért, na azért már normális lábméret. Nekem mindig azt mondták, hogy kicsi a lábam, pedig nem. Igen. De ezzel kapcsolatban is, csak hogy visszatérve az elejére a technológiára, hogy cipő szempontjából is lehet szám rohadt szerencsés egyébként. Igen. Igen. Mert például nekem ugye USA 9-es lábam van, ami mondjuk 42 fél, ami férfi méretben nem olyan nagy. Hát ez de az igen, az úgy van, hogy gyakorlatilag minden szempől 9-es. Így van. Nekem ezért van rohadt nagy mákom ezzel, mert tudjátok, szeretem a csukákat, és így az je. Yeah. Akinek már 44-45-ös lába van például, ott már lehetnek problémák. Már így mennyiségi ügyben, stb. A 45-tel egyébként még általában jó szoktam lenni, fölötte az, ami ritkább. Igen. Ugye a nagy vízválasztó a cipőbizniszbe az a 44. Azért, mert ugye vannak olyan cipőkiadások, amik úgynevezett women's, igen, kiadás, ami nem attól women's, hogy rózsaszín, üt 2023-ban, nem attól women's, hanem mondjuk egy nagyon jó színálás, vagy egyéb dolog, de women's-ba adják ki, ami annyit jelent, hogy 44-es a legnagyobb belőle, és akkor így, waka, az jó, beszopták a nagyobb lábúak. Úgyhogy ennyi egyébként, hogy ebből a szempontból is lehet szerencsésnek lenni például egy ilyen dologgal kapcsolatban. Meg például a 36 és feles lábú férfi kollégáink. Nekem van olyan ismerősöm. Nekem is van olyan ismerősöm, akik szakadjanak meg, mert mindig megveszik a legolcsóbban, bazd meg, és mindig van belőle, mert nincs még egy olyan... Na, mindegy. Hát meg a női méretet is tudják venni, a női változatot. Meg a GS-t. Bizonyos esetekben a gyerek változatot. Ezt akartam mondani, hogy van egy GS változat a cipőkből, ami szerintem itthon nincsen, de külföldön van egy úgynevezett GS, ami nem kids, meg nem adult, hanem egy ilyen teeny. A teenager. Egy ilyen teenager, azt easy. És azok is, és azok más árban is vannak. Na mindegy, úgyhogy ez van. Így működik. Van GS itthon? Hát azokból a típusokból. Azokból van, de mint méret, mondjuk bemész egy egyszerű cipőboltba, ott nem találod meg ezt a méretkategóriát. Hogyha itthon olyan, tehát mondjuk ilyen dropokat néztek, vagy olyan boltokat, mint például a Food Shop, ott is találtok GS méretet, de az már speckó dolog. Micsoda? Nekem is van egy nagyon kedves barátom, akinek 53-as lába van. Nagyon vicces. Tényleg nagyon vicces. Nem látni így a földön is. Igen, nem véletlenül terjedt el azokra a lábakra, hogy csónak a cipő hozzá. Igen, igen, igen. Óriási. Igen, durva cucc. De hát ez is olyan, ami általában úgy szokott működni, ahogy. Hát, nem, éppen a vízen járni nem lehet, de ja. Igen. De hogyha mész Dunát átúszni, akkor ketté nyílik előtted. Igen. Nem is tudom, hogy az azt hiszem úgy van, hogy lehet, hogy neki már csak ilyen rendelős cipő van. Nem tudom, szerintem lehet, hogy egy-két márkából van még olyan nagy méret. Nem tudom, nekem 51-es, ami rémlik ismerőseméknek, de ott nem tudok róla, hogy probléma lenne a cipővásárlás. Nem. Találok, 52-ig nincs szerintem. Igen, csak most nem emlékszem, hogy 52 vagy 54-ig nincs gond, mert azt tudom, hogy például, mit tudom én, a kosaracipőknél is, hát azoknak akkora lábuk van, mint a kurva élet. Tehát, persze, hát ahhoz a magassághoz kell alapozás. Igen, igen. Eldől. Nem, egy sienülész nem kell hozzá. Meg lehet. Egyébként igen, lehet a sibakacsba is csúszkálni. Van, Petyesz, tehát 49, 5, mondom, 52-ig szerintem nincsen gáz így cipőkben. Utána lesz érdekes. Én úgy tudom. Nem emlékszem, az a baj, hogy mennyi, mindjárt megnézem nektek. Opa. Nem emlékszem, hogy mennyi a maxos méret. Majd megnézem. Azt mondja, hogy... Mondja csak. Ne, csak olvasom közben, amiket írkálnak az emberek, hogy... Mit? Nevetnek másokon? Különböző lábméreteket. Hogy már 48-49-el is bajban vannak. Hát van, amikor attól függ. Meg olvastam közele korábban, hogy 45-46-ossal nagyobb városban nem nagyon talál cipőt. Ilyen 50-hez közelítve kezdenek el szétritkulni a dolgok, én úgy emlékszem. Ilyen, valahol ilyen 49 fél, igen,
Azaz. 52 féle plafon az átlag, tehát az átlag ilyen sneaker cuccba. Az a top. 50? 52 fél, és akkor utána vagy csinálnak ilyen külön kiadás dolgot, vagy pedig mondom, készítetni kell cipőt. Tudod, elmész egy ilyen ortopéd cipőshöz, vagy egy cipészhez, akik tudod, tényleg csinálnak cipőt, és akkor tudnak ilyen egyszerűbb dolgokat készíteni. Azt azért lehetne utána pingálni rendesen, hogy egyedül is. Igen. Jól is nézzen ki. Igen. Én úgy tudom, hogy ott vannak ilyen dolgok. Na mindegy, lábméret problémákkal se küzdködnek a csetben, ez fontos. Érdekes, mondom, most így feszegeti az agyam ez a téma, hogy mik azok a dolgok, amik még ugye az alkatunkon és egyéb dolgokon múlnak, és ugye nincs mindenre lehetőségünk. Tehát nagyon szép lenne a világ, mikor mondják azt, hogy mindannyian ugyanonnan indultunk, ugye itt most nem csak a testi dolgokra gondolok, de most ez is például egy olyan dolog, hogy mindenkinek mindenre van lehetősége. Nincs. Nincs. Nincsen. És igenis számít, hogy hol, hogyan, miként születsz, mekkora vagy, stb. Bezony. Milyen durva, nem? Én például valószínűleg nem leszek versenyúszó. És ki se nézett ilyen dolog nekem. De lehettem volna zsoké. Ezt akartam mondani, hogy én meg zsoké nem lehetek, Pisti. Nem. Vagyis lehetsz, csak sose leszel jó. Igen, utolsónak mindig kell lennie valakinek. Jogos, jogos. Tehát így nem. Végül is elmehetnék, csinálhatnám, ha nem az lenne életem célja, hogy világbajnok legyek, meg mindenben én legyek az első, hanem csak, hogy zsoki legyek, az lehetnék. Lehetsz az, igen, csak jó nem lehetsz. Jó nagy marha nagy lovat kellene hozzátartani. Ja, igen, akkor... geci nagy ló kell. Igen. Igen. Modell még lehetsz? Nem mondjatok már ilyet, hogy nem lehettek modellek. Nem láttátok, hogy változik a világ? Bárki lehet modell. Csak attól függ, mikor születik. Ennyi az egész. Igen, nem tudom, mostanában én nem nagyon követem ezeket a modellvilág dolgokat, de én úgy látom, hogy ha minél egyedibb vagy már lassan, az annál jobb. Nem azt mondom, hogy görbe orr kell hozzá, de ami mondjuk nekem 80-es, 90-es évek topmodell gyönyörű és szép, és szép hölgyek legyenek, az más kérdés, ugye csontvékonyak voltak, ami nem, nekem nem annyira tetszetős, de kinek hogy. De mostanában már az a, ha kilométer hiányzik a két metsző fogad között, az nem feltétlenül probléma. Ja, hogy nem annyira szigorú ez a dolog, igen, arra gondolsz. Igen, karakteres embereket keresnek, és a többi. És nincs ezzel semmi baj, mert tény is van, hogy amúgy sokkal jobban odafigyel az ember egy ilyen különleges látványra. Ez igaz. Különleges adottságokkal rendelkező személyre. Legyen ez most férfi vagy nő, vagy akárminek vallja magát. Csak furcsa számomra. Igen. Hogy megváltozott a világ ebbe a tekintetbe. És igen. Amúgy ez tök jó. Szerintem is egy pozitív dolog, bár... És most itt ugye mondhatnám a plus size modelleket is, ami ugye 20 évvel ezelőtt mondhatni vicc kategória se volt, vagy elképzelhetetlen volt, most meg ugye pörög az is. Helyesen hozzátenni. Ez egy nagyon nehéz téma. Bennem sok kérdés felmerül ilyenkor. Egyébként. Magam. Mármint a plus size modellek létjogosultságával kapcsolatban? Nem. Van, szerintem van létjogosultsága a plus size modelleknek egyébként, mert igenis gyakorlati szempontból igenis fontos az, hogy mondjuk egy bizonyos stílusú öltözetnek hasonló, érted, most tud már elképzelni, meg hogy ugye nekik is gyártanak ruhákat, mert ugye nem ugyanaz. Tehát most megnéz az ember, azt is, hogy mit tudom én, ilyen nagyon vékony lányon, hogy áll egy ruha, te mondjuk egy kicsit ilyen pufi vagy, hát ha megveszed, nem így fog állni, de el sem tudod képzelni, stb. Tehát megvan ennek a haszna, szerintem abszolút. Az, hogy idealizálják, mondjuk például, tudod, volt ez a botrány, amikor nem is tudom, melyik magazinnak a címlapján felraktak egy ilyen, hát az nem is plusz size volt, csak egy egyszerűen egy nagyon nagy lány. És nem tudom, tehát ott nekem ott már problémám van ezzel. Érted? Tehát, hogy valamit csináljál már. Tehát most nekem rossz üzenet. Nekem rossz üzenet. Tehát amikor meglátsz egy modellt, nem kell olyan vékony legyen. Tehát, hogy most mit tudom, megnézed, ott van Palvin Barbie, ott nem mondanád egy vékony lánynak. Túl vékonynak nem mondanám, igen. Hát most ugye felhoztad példaképpen a nagyon vékony modelleket. Hát hozzájuk képest azért, érted, tehát ő nem az a modell. Igen, azért mondom, hogy ő nem, ránézett, ő normális. Ő egy vékony lány, de nem az a
kórosan, vékony. Nem, egyáltalán nem. Ő egy normális lány. Így van. Ő egy normális lány. De azt látod, hogy azért, na, Istenem, tehát ő egy olyan modell, akinek ez a munkája, kibaszott sokat tesz azért, hogy így nézzen ki. Így van. Vágod? Foglalkozik vele, meg minden. Tud egy irány lenni, tudod, a fiataloknak, meg mindenkinek, hogy nézd, nem kell, tudod, szétgyúrd magad, nem kell anorexiás legyél, hanem tessék, így lehet kinézni, foglalkozni kell vele, ez van. Most érted, az, hogy most kiraksz a címlapra egy ilyen bozasztó nagy darab lányt, aki annyit csinált egész életében, hogy tömte a száját kajával, nekem az nekem ne tedd már oda. Nem azért, mert nem szeretem nézni, vagy a látványa taszít, nem erről van szó. Csak nem tartom egy követendő dolognak. Tehát, hogy valamit csinálj már. Értem. Legalább értem. Valamit. Értem. Tehát, hogy ne erősítsük már a tudatot. Igen, mert az a baj, hogy félre fogják érteni az emberek. Nekem semmi gond nincsen a nagy darab lányokkal. Egyszerűen tehát maga a tény, hogy most úgy ne emelj már piedesztára valakit, hogy semmit se csinált. Igen. Mert tény is való, hogy kellenek az ilyen modellek is, mert ugye gyártanak... Azt szerintem nem biztos, hogy tudod, hogy melyikről beszélek. Sejtem, hogy miről beszélsz, csak hogy a mondandódat megpróbáljam mindenki számára közérthetővé tenni, hogy ne lehessen semennyire se félrejteni. Kellenek az ilyen modellek, mert be kell mutatni az ilyen ruhákat is. Nem feltétlenül őt kell rakni mondjuk a címlapra. Uh-huh. Hát meg ugye arról nem is beszél, hogy nem egy egészséges dolog. Így van. Mert ugye igen. Ott az egy túlsúly volt. Micsoda, hogy azt a tudatot erősítsük, hogy legyél deszka. Erre szoktam azt mondani ilyenkor utami, hogy csak egy szit beszél végletekben. Sok árnyalat van szerintem a kettő között. Mondom, itt egy nagyon-nagyon nagy darab lányról van szó. Mondom, nézzetek utána, hogy melyikről beszélem, ez nagyobb nagy botrányt keltett egyébként a világban. Nem mindegy, hogy a lányra kell még 10 kiló. Tehát ez nem plus size modell volt. Hogy jól nézzen ki, vagy le kéne dobjon 80-at. Ez nem egy plus size modell volt, akiről beszélünk egyébként, srácok. Ez nagyon fontos. Tehát semmiféleképpen ne azt a tudatot erősítsük, hogy egy lány csak akkor szép, hogyha közel anorexiás. Tehát nem. Szó se róla. De azért a kórosan túlsúlyos küllemet, azért ne emeljük már oda, hogy egy újságcímre pralakod. Mert tehát nem is az, hogy nem elfogadható, hanem egyszerűen mondom, ne emeljük már oda. Igen. Hogy de, ne az legyen a példa, amit... Kelljen már valamit csinálni, bazd meg, hogy nem tudom. Tehát, hogy egy ilyen szitúba kever. De mondom, ez csak az én véleményem. Van, aki ezt a dolgot teljesen másképpen látja. Én nem gondolom azt, hogy meg kellene erősíteni. Igen, itt van, Sziké, ez az a link? Már egy picit. Igen. Uh-huh. A Cosmopolitan címlapján volt ugye, és egy ilyen több híres embert megkérdeztek egyébként. Nagyon sokan például, tudjátok, most hogy reagálnak manapság az emberek, visszamondták a Cosmo előfizetésüket, lehet, hogy nem is volt. Igen, a nevét nem tudom, Tess Holiday volt a neve egyébként, és hát meg tudjátok nézni esetleg a képet, a Cosmopolitan UK-nek a tweetjét esetleg, hogyha megnézitek, ez még ilyen 2018-as sztori volt egyébként. Érted már, Utomi, miről beszélek? Azért mondtam, hogy megértem az álláspontokat, tök jogos, amiket írtok, csak nem biztos, hogy mindenki előtt volt a kép, hogy miről van szó. Szerintem a tweetnek a linkjét azt megpróbálom én is bemásolni a chatbe, hogy mert az, ott egyből azt látjátok, nem pedig a cikket. Hogy miről van szó, nem azért mondom, ez nem egy gúnyalódás, meg semmi ilyesmi, egész egyszerűen csak akarom, hogy lássatok, hogy mi a kiindulási pont. Szóval ezzel én már nem értek egyet, attól függetlenül, és most fűzzük hozzá ezt, nem a PC oldalam miatt, mert tudjátok, én azért el szoktam mondani, mit gondolok ezekről, akkor is, hogy annyira nem lehet. Szerintem egyébként ez egy nagyon aranyos lány a címlapon, kurvára tetszenek a tetkói. Igen. Csak nem gondolom azt, hogy tudod, ezt a dolgot erősíteni kellene a többi emberben, hogy ő így legyen. Sajnos igen. Mert nem tudom, valami miatt egy dolog az, hogy egészségtelen így élni, de egy másik dolog az, hogy tudod, így tényleg úgy belül úgy érzem, hogy azért na. Tehát, mit tudom én, egy másik Cosmo címlapot, ha megnézel, akkor érted, ott azért tenni kellett, bazd meg, hogy oda kerüljél valamit legalább. Na mindegy, de sok mindenkinél kiverte a biztosítékot. Lehet, hogy ez volt éppen a Cosmo-nak a célja is. Igen. De egyébként meg teljesen együtt tudok érezni azzal a dologgal, hogy most érted. Tehát, hogy mondjam nektek, hogy mondják ezt jól? Ez a lány ezen a címlapon szerintem nem egy csúnya lány. Nem.
Csak nagyon-nagyon-nagyon nagy. Ez van. Ez van. De azt mondom, hogy nehéz, nehéz ezekről a témákról beszélgetni egyébként, de, de ettől függetlenül ennek is meg kell legyen a helye, amikor feljön ilyenről is a szó. Szerintem beszéltünk erről már itt Happy Hour-ben, csak most eszembe jutott, hogy ugye ez az alkat kérdés. Én nagyon-nagyon nem vagyok annak a híve, hogy idealizáljunk feltétlenül egy alkatot. Azért nem, mert szerintem nem tud semmi örökké tartani. Tehát szerintem így a minden generációnak megvan az ideája. És ugye sokan összekeverik, mert azt gondolják, szerintem ezzel is nagyon nagy gond van egyébként, hogy mikor azt mondja valaki, hogy generáció, akkor miről van szó. Ugye van, aki ezeket a betűt, tehát Z meg Y igen, korszakokat veszi, de valójában a generáció az nem feltétlenül erről szól, a generációváltás. Kicsit képlékeny ez a dolog. Tehát valaki azt gondolja, hogy te vagy egy generáció, és az előtted lévő generáció az faterod. Hát nem. Nem. Kurvára nem. Tehát a legtöbben azt mondják, hogy aki 10 évvel, aki 10 évvel fiatalabb, mint te, már az is egy másik generáció. Mert gondoljatok bele, azért 10 évente, majdhogy nem 10 évente, megváltozik az öltözködési stílus, a zenei stílus, a filmeknek az, hogy éppen most melyik műfaj népszerű, vagy melyik nem, az alkat ideál, a hajak, minden az égvilágon. Tehát igen, ebből a szempontból ezek, ez ilyen. Durván változik annyi idő alatt. Igen, de... nagyon változik. És ezért mondom azt, hogy szerintem minden ilyen értelemben vett generációnak megvan a saját ideája, tehát nagyon, nagyon túlkapni ezt a modell dolgot se lehet, szerintem. Mármint úgy, hogy most így kőbevésni, hogy most így ki van, hogy nézze így ki. Van, így van. Van is egy ilyen mém, azt hiszem, hogy talán Marilyn Monroe-ról, vagy nem is tudom, hogy ő például minek számítana mondjuk egy mai világban, vagy minek számított volna a 2000-es években, vagy a 90-es években. Tehát, hogy... Igen. Stb. Szerintem tehát lehet, hogy ez egy ilyen átfogóbb meglátás, de szerintem, ha megnéztek mondjuk, mit tudom én, 3 modellt mondjuk a 2020-as évekből, a 10-es évekből, a 2000-es évekből, a 90-es évekből, a 80-as évekből, látnátok, hogy nagyon különböznek, de azért tehát mindegyikben látnátok, hogy na igen, hát ő valószínűleg mondjuk, mit tudom én, tehát valami hasonlóval foglalkozott. Tehát így látod rajta. Tehát mai napig megvannak azok a karakterek, mert ugye hát itt vannak köztünk, mert még mindig élnek, és így látjátok, hogy azért na. Tehát így lehet idealizálni bármelyiket egyébként. A fő irányvonaltól nem nagyon térnek el. Igen. 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 Az biztos, hogy 20 évvel ezelőtthöz képest, például amit írtok, ahhoz képest meg már tényleg óriásit változott a világ. Tehát ezért is mondtam, hogy én olyan 10-ben gondolkodnék. 20 évvel ezelőtthöz képest, a 2000-es évek. Jesus, a legfaszább volt ever. Ahhoz képest ilyen homlok egyenest. Tehát homlok egyenest más. Tehát kezdeni nem tudtak volna az emberek a helyzettel mit. Hogy az ideálok hogy alakultak. Úgyhogy minden esetre érdekes. De hát szerintem ez is olyan, hogy öregszünk, és akkor tudod így ez az, amikor tudod, már annyi ideje vagy, hogy már változnak a dolgok. Igen, igen. Hogy már megváltoznak a dolgok. Hogy ahogy nősz egyre jobban fel, egyre jobban elhiszed, hogy ilyen a világ, és aztán elegeti a szavaz, hogy rájössz arra, hogy már nem is olyan. Egyébként én is így szoktam fogalmazni, srácok, és ez szerintem egy jó megfogalmazás, tetszett, nem emlékszem már, hogy igen, Zarusz írta, hogy a chatben, én is így szoktam fogalmazni, hogy ez egy másik élet volt, 20 évvel ezelőtt, de tényleg egy másik élet volt, mert más volt a világ, amiben beletartozik minden, meg mások voltunk mi is. Pontosan. Tehát mondom, én ezt mondtam már nektek többször, hogy én például, mit tudom én, hogyha most így 14 éves koromhoz hasonlítom a mostani magamat, két teljesen különálló ember. Szinte majdnem mindenben. És minden más volt. Szóval ezért is romantizálja, vagy idealizálja az ember, gondolom, mert ugye annyira messze van, és annyira más élet volt az, egy másik élet, hogy ez kegyetlen. Annyi, hogy én ettől függetlenül nem vagyok hajlandó elszakadni ettől a gondolattól, mert tudod, random 3 dolgot előkapsz a 2000-es évekből, és kibaszott jó. Mindegy mi az. Nyalóka, film, videókazat, teljes mindegy. Igen, nekünk az azért ilyen ez, mert nekünk akkor volt az életünk olyan szakasza, amikor nagyon nagy változás volt, mert mondjuk, hogyha a nagyszüleink példáját mondanád, hogy nekik
nekik másabb volt 20 évvel ezelőtt az élet, mint most? Nem. Valószínűleg nem. Valószínűleg de azt mondanám, hogy 40 vagy 50 évvel ezelőtt másabb volt. Ó, hát ott teljesen más világ volt. Igen, nekik is eljött ez a töréspont, amikor már nem az a világ volt, ami nekik volt az optimális, onnantól kezdve tök mindegy miatt. Így van, így van. Őket is csak az érdekelte, hogy na de bezzeg, amikor tehát mindenki csak az érdekel, amikor ugye amikor az a beérés korszak. Igen. Amikor fiatalá válsz, mint fiatal felnőtté. Igen. És az a korszak az, ami meghatár az életed végéig, és egy pont után már csak az érdekel, hogy már megint nem ugyanaz van, mint akkor. Kíváncsi leszek, hogy vajon fogja a retróját élni az időszak is. Ez elég állatlan. Szerintem biztos. Nem tudom, mikor beszélgettünk retró dolgokról. Jó pár hónappal, szerintem egy jó fél évvel, uh-huh. évvel ezelőtt beszéltünk, már nem tudom, hogy veled vagy Janival, mondjuk a trapéznadrágokról, uh-huh. és ő mondtátok, mondta valamelyik kötök, hogy már jön vissza. Én azóta is kettő emberen láttam, akik nem feltétlenül voltak fiatalok, de már mondhatni, hogy jön vissza. Uh-huh. És így nem tartom kizártnak, hogy mondjuk 5-10 éven belül, mert tényleg ugyanazok lesznek. Tudod, az a helyzet... És most nem a trapéznadrágra gondolok, hanem mint világra. Öltözködés, haj, smink, szemöldök, mit tudom én. Én tudom azt, hogy a mai világban, különösen az interneten mindenki el akarja hinni azt, hogy ő különleges, és a többi. És ezzel nincs is semmi gond, mert mindenki egyedi. De szeretik az emberek az érzést, hogy tudod, különlegesek, tudod, bezzeg, amikor én voltam, akkor még, meg stb. Ezek mindig elhangzanak. De, és gondoljatok, amit akartak rólam, mégis azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy a mi generációnk, hanem úgy az a tehát szélesebb körben vett generációnk, tehát mondjuk azt mondom neked, hogy ezek az ilyen, tehát mondom, kicsit nagyobb szórással körülöttünk. Igen. Az a generáció egy sorsdöntő generáció volt, ami soha többet nem lesz. Megmondom, miért gondolom ezt. Igen. Azért gondolom ezt, mert hogyha mondjuk, vegyük úgy, az jó. Vegyük úgy, hogy mi egy generáció vagyunk, és mondjuk a szüleink az előző. Igen. És a gyerekeink a következő. Igen. A mi gyerekeink egy teljesen digitális világba születnek majd bele, uh-huh. születtek bele, ahol ugye globálisan gondolkodunk, egy összetett hálózatban, és a minden része pillanata az életünknek gyakorlatilag online történik. Igen. A mi szüleink úgy élték le az életüket, a hétköznapjaikat, hogy nem létezett ez a dolog semmilyen szinten. Uh-huh. Tudom, hogy igen, de mondom, a hétköznapokról beszélünk. Uh-huh. És mi voltunk az, a generáció, aki megszületett, leéltük a gyerekkorunkat internet nélkül, uh-huh. majd megtörtént a fordulópont, és most a felnőtt korunkat ebbe éljük. Uh-huh. És ilyen nem lesz többet. Szerintem nincs igazad. Na, kíváncsi vagyok, mit akarsz ezzel kapcsolatban mondani? Mert mi most úgy látjuk, hogy ugye jelenleg a technológia magas labdája, vagy a teteje, az internet. De ha mondjuk azt mondom, hogy és az 1900-as évek elején született emberek, akik azt mondták, hogy úristen, mi vagyunk a világ megváltó generáció, mert eljöttek az autók. Uh-huh. Nekik akkor az volt a csúcs. Bele se tudtak gondolni az internetbe. Uh-huh. Ugye nekünk most az internet a csúcs, és lehet, hogy 40 év múlva meg annyira megszokott lesz mondjuk a holdra járás, vagy az űrbe utazás, vagy a más bolygókra járkálás, uh-huh. mint most nekünk az, hogy elmegyek a hegyekbe sátrazni. Uh-huh. Magas hívre le fogják tolni az internetet. Valószínűleg. Uh-huh. Vagy nem, de most teljesen mindegy. Akkor ugye a technológia már egy másik lépcsőfokon lesz. Uh-huh. És akkor az a generáció fogja úgy gondolni, hogy megint csak egy óriási változás van, uh-huh. amit ők hoztak el. Uh-huh. És azért nem értek veled egyet, hogy abban a tekintetben egyet értek, hogy mi elhoztuk ezt a változást, hogy mi megéltük ezt a változást, de más generáció is megélt más változást, és ki tudja, hogy a jövőben milyen generációk milyen változást fognak tudni megélni. Abba igazad vagy, nem tudjuk, hogy mi fog eljönni, de én azért gondoltam ezt, értem amúgy, hogy miről beszélsz, én azért gondoltam ezt, mert nem, tehát jelenleg én nem látom azt, hogy olyan, tehát hogy magát az embert ilyen szinten transformálja valami, mint az internet, mert nyilván az autók, azok rettentő módon transformálták a világot, a közlekedés úgy egyáltalán, az ipart, meg mindent igazából, a fejlődés gyorságát. Tehát a közlekedés az egy nagyon jó példa arra, hogy ott is nagyon nagyot változott a világ, de az a generáció, aki megélte a váltást, az se lesz többet. Ez így van. Tehát én rájuk is ugyanezt mondanám, hogy az, aki megélte a full mobilitás előtti korszakot, és azt, amikor már benne voltak, mert pont akkor született, az se jön el többet soha. Nem.
az is egy olyan generáció, ami soha többet nem lesz. Az internet szintén transformálta az egész világot és az embert is, ez és ez egy olyan változás volt, ami mindenkit érintett azonnal. Igen. Nem olyan, mint mondjuk az űrutazás. Na oké, elmegyünk a Marsra, az meg, de jó, oké, zsír. Igen. Most értem, mit mondok, tehát hogy ez egy kicsit másabb. De szerintem ez is egy akkora változás a világon, amit érdekes volt látni, hogy inkább úgy fogalmazok, hogy értem, hogy mit mondtál, hogy furcsa, de utánunk már nem lesznek olyan emberek, akik internet nélkül fognak élni. Igen. Ezt így kijelentem. Lehet, hogy nem fogják azt gondolni, hogy úristen, kibaszott geci, hogy Facebook van a telefonomon, de zsír, mert nem fogják ezt gondolni, mert természetes lesz nekik, de valószínűleg internet nélkül. Ahogy mi már egy olyan világban születtünk, ahol az, hogy autód van, az meg az egy normális dolog. Valamelyik héten a H-ba viccelődtem ezzel, hogy a gyerekeknek mennyire jó lesz, mert amikor rácsodálkoznak, hogy neked van kinyomtatott mentésikonod? Igen. És hogy nem csak a kinyomtatott mentésikonokat fognak majd rácsodálkozni, nem kinyomtatott e-mail ikonod is van. Mennyire állat, milyen retro. Igen. És igen, el fog jönni ez a generáció, és hát már itt van ez a generáció, akiknek fontosabb már majdnem lassan az internet, mint az oxigén. És természetessé veszik, hogy van, és mindent azon keresztül lehet és kell csinálni, és abból áll az egész világ. De akkor is különlegesnek gondolom ezt a dolgot, tudod, mert akiket mondjuk már, mit tudom én, későn érintett, tudod, például a social media később érintett, azokon látszik. Igen. Hogy őket később érintette. Aranyos volt egy beszólás egyébként, hogy ennyi erővel egy most 40 éves ember is beleesik ebbe a dologba. Igen. Igen. Sajnos mi is közel vagyunk ahhoz. Azért is így fogalmaztam. Igen. Mikor először olvastam, hogy írta, és így, igen. Beletartozik, nyilván. Egyre közelebb. Azért fogalmaztam úgy, hogy mondom, hogy így a mi generációnk, az a nagy generáció, most mit tudom én, azért simán egy 75-ben született, és beletartozik amúgy ebbe. Szerintem. Annyi, hogy nagyjából úgy lehet meghatározni, hogy értitek, azért mondjuk a social médiával nagyon megváltozott, mert ugye összehúzta az internetet. Uh-huh. Nem csak az volt, hogy felmentél, tudod, így helyekre, és akkor ott nézelődtél. Centralizálta nagyon. Igen. A social média az azért ott ért minket, tudod, pont abban az időszakban, ilyen, mint a 15-6-7 évesen. És előtte meg, tudod, így jó, volt internet, és akkor azt, tudod, használtad rá, meg bé dologra. Uh-huh. Nem arról volt szó, az meg, hogyha nincs ott a zsebed, megbaszódsz. Érted, meg ilyenek. Egy kibaszott vadnyugat volt, ha lehet ilyet mondani. Ez az, Jenny! Jó van már, most... Jó, de ilyenkor nem tudok úgy fogalmazni, hogy ne bántsam az embereket. Ez van. Örülj neki, Jenny, hogy te 71-esen is fiatalabban gondolkodsz, mint én. Itt tök mindegy, hogy hány évesek vagyunk. Az egyik kedves barátom most lett 40 éves. Kérdeztem tőle, mi a helyzet. És mondta, hogy... Mondta, hogy annyira nem egyszerű. Aha. Ez a dolog. Mondom, mi a faszom van, hát születésnapon ígyunk, vagy nem tudom. És mondta, hogy akkor is gáz. Mert mondta, hogy most mondom, matekozol mi? Hogy hány éves leszel, amikor a gyerek akkora lesz meg ilyenek. Hát, ja. Mondom, igen, ez szar. Mondom, de valójában nem mindegy. És mondta, hogy hát nem, mert mondd meg, hogyha annyi idős lesz, mint az anyja, amikor férjez vagy, akkor én a faszom tudja, hol leszek, meg mit tudom én. Jött ez a duma. És mondom, igen, igaz. Igaz? Ez benne de van, sajnos. Mondom, ebből a szempontból megértem, de amúgy mondom, nem mindegy. És így kérdeztem, de hogy értem ezt? Hát mondom, úgy értem ezt, hogy ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát most, ahogy itt vagy, most tök mindegy, hogy most 30 vagy, vagy 50, akkor is itt vagy. Igen. Olyan vagy... állapotban vagy, amilyen, vagy az kész. Vagy keseregsz azon, hogy mi lesz majd. Igen. Akkor, vagy élvezed a mostanit. Igen. Szóval én azt gondolom, hogy nem kell, nem, tehát azt akartam erősíteni, azt a gondolatot Jenny-nek akartam mondani, hogy igazából fejben dől el ez az egész dolog. Pontosan. Mert vannak nálunk sokkal idősebbek, akik jóval fiatalabban gondolkodnak, mint mi, meg vannak nálam fiatalabb emberek sokkal, akik sokkal idősebben gondolkodnak. Mert mindig megvan, tudod, az ember környezetében az az ember, tudod, aki 14 évesen tudja, hogy 45 évesen hol fog dolgozni, már hány éve és mivel fog foglalkozni. Ez van. Úgyhogy azért mondom, hogy ez fejben dől el ez a dolog, de a különlegessége, mondom, ennek a generációnak azért megvan. Mondom ebből a szempontból, hogy ez is egy ilyen fordulópont volt az életben. Hogy pont akkorra volt időzítve a mi életünkben a változás, amikor megváltozott a világ. Igen. És ez nem fog eljönni már még egyszer, majd lesz valami más. Igen. Ami majd ugyanígy egy ilyen óriási változás lesz. Uh-huh. Valószínűleg nem kell már rá olyan sokat várni.
Egyébként. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd az. De az vagy, hogy az... Mi, az lesz majd érdekes, hogy mi hogy fogjuk ezt lereagálni. Én nem tudom, de... Hány év távlatából fogjuk észrevenni, hogy ez már van. Meg van nagyon sok ember, aki fel se fogja egyébként, hogy mit csinált az internet. Uh-huh. Tehát például a mi szüleink megélték azt, hogy, vagy a nagyszüleink azt, hogy tudod, lett tévé. Igen. A tévének óriási hatása lett a társadalomra. De közel nem hozott olyan transformációt, mint az internet. Ja, lett tévé. De az egy teljesen más dolog volt. Egyébként, mint az, hogy ugye az internet mit okozott. Most az internet alatt nem azt értem, amilyen a korai időszakában volt, hanem tényleg a social media utáni internetről beszélünk. Most már kb. Tényleg mindent meg tudsz csinálni az interneten. Igen. Mert emlékszem még 15-20 évvel ezelőtt, de lehet, hogy több is van az már. Volt, emlékszem, ilyen kísérlet, hogy bezártak egy férfit és egy hölgyet külön-külön egy-egy lakásba, és nem kaptak semmit, uh-huh. csak internetet. És ugye úgy kellett kaját rendelniük, úgy kellett magukat szórakoztatni, úgy kellett eltölteniük egy hetet, hogy túl fogják élni. Ez volt a kísérlet célja. Na most, manapság ezt minek mondják? Igen. Egy laza bármelyik hét. Igen. Hogy mennyire megváltozott a világ, és mennyire természetessé váltak, és mennyire elterjedt, mennyire mindent el tudsz most már érni az interneten keresztül, vagy el tudsz intézni. Így van. Nagyon dolgozik. Furcsa, mert a televízió egyébként egy másik formája volt ugye a média terjedésnek, de ugyanúgy egyoldalú volt, mint a rádió annak előtte, vagy az újság, vagy hasonlók, és ugye több szemet, több embert vonzott egy irányba, de nem volt interaktív része, tudod, nem oda-vissza működött. Az internetnek ez volt az egyik olyan nagy feature-e, ami a social médiával jött el egyébként, amitől teljesen megváltoztatta a világot, és nézzétek meg, hogy hova jutottunk. Igen. Ezzel kapcsolatban, hogy mi történt. Elképesztően durva. Magukat az emberi kommunikációt és az emberi kapcsolatokat transformálta teljesen, amire nem volt feltétlenül képes egy csomó előző dolog egyébként. Talán az autó megjelenése volt az, illetve úgy unblock a közlekedésnek így a modernizálása, ami eltüntette a távolságokat, nem feltétlenül a mi szintünkön élőknek, mert már akkor is azért, na, érted? Igen. Amitől megváltozott a világ olyan szempontból, hogy létre tudott jönni nem csak emiatt, de ennek kapcsán is mondjuk egy olyan globális gazdaság, hogy mindenhol van minden. Igen. Az mondjuk nagyon sok, csak ez egy sokkal hosszú távú valami. Mint az, bazd meg, hogy így ott vagy, hogy így eljutsz mondjuk, mit tudom, 16 évesen, vagy 17 évesen, élsz egy ilyen pre-internetszerű világban, vagy pre-social media világban, és két nappal később, mikor rájössz, hogy milyen poén ez a Facebook, meg ez a nem tudom mi a faszom, és akkor becsekkolsz a hamburgereshez, akkor így visszamész a haverodhoz, és kérdezi, hogy na mi a helyzet, és mondod, hogy jó voltam hamburgerezni, és meg azt mondja, hogy tudom. Honnan? És így, mi a fasz? És akkor rájössz arra, ugye, hogy jelen van az életedben, de rájössz arra, mikor először jössz rá, hogy mit jelent. Nyilván a mai fiatalok ezt nem élik meg, mert nincs mi miatt megéljék, mert ebbe születnek bele. De ez tök durva, amikor megéled először ezt a wow, ezt mindenki látja. De durva. De így... Igen. Nagyon, nagyon fura volt. És ez csak egy hülye példa. De hogy amikor találkozol valakivel, tudod, üljünk össze, ha akkor üljünk meg egy sört. Mi újság? Ezt láttad, azt lájkoltad, arra kommenteltél. Igen. Láttam, igen, én is láttam, és így. Oké. Okay. Igen, szóval mondom, szerintem az van, nem mindenki ugyanúgy éli meg ezt a dolgot, de érdemes ezt után olvasni. Javaslom, mert egyébként nagyon sok anyag készült arra, hogy a social media hogy változtatta meg a világot, és mekkora hatalmat kapott. Mert gyakorlatilag a social media trendek határozzák meg a hétköznapokat, sok esetben a politikát, igen, lassan a világgazdaságot, a teljes pénzvilágot, a tőzsdét. Mindent. Hát akkor a hatalma lett, hogy ja, igen. Kb. Az egész világot. Mindent. Régen ez egy sokkal, tehát mondom, ez egy sokkal egyszerűbb dolog volt a korábban vett média. Az ezelőtti dolog. Ez nagyon durva, hogy mennyire megváltozott a világ. Kíváncsi vagyok én is, mi lesz a következő. Mert sokan azt mondják, hogy az AI. Uh-huh. Attól függ, hogy milyen értelembe vett AI-ról beszélünk.
Én szerintem az nem a következő dolog. Az internet szerintem következő lépcsőfoka. Igen. És egy nagy lépcsőfok egyébként. De inkább az internet következő lépcsőfoka, mint sem a következő dolog. Lehet, hogy az is egy akkora lépés lesz az internetben, mint a social media volt. Ja, pontosan. És igen. Ugyanannyira meg fogja reformálni, és megváltoztatja magát az internetet, meg a kiberteret, de... Mm. De nem lesz akkora nagy ugrás, mint maga az internet. Ja. Igen. Szerintem. Igen. Másképpen mozgatja az embereket, meg most már másképpen gondolkodnak az emberek. Innen látszik nagyon, és tudom, gáz dolog, mondom, egy csomó gáz dologról beszélek ma, ami gáz, tudom, hogy gáz, ez van, de tök más látni egy olyan embert, aki beleszületett a social médiába, meg mint aki felvette azt. Persze. Mert örök, tehát aki felvette a social médiát, annak örök életére furcsa lesz, tudod, azt látni, hogy valaki elmegy valahova, és az első dolog, hogy tudod meg minden. Ez mindig fura lesz. Mindig egy olyan, mit csinál? De abban nem gondolsz bele, buborékok, hogy neki nem fura. Neki ez a tök igen, normális, bazd meg, igen. És szerintem mindenki ezt csinálja. Mert érted? Neki ez a fura, hogyha valaki nem csinálja ezt. Igen, na ez az a különbség, amit mondok, hogy ez a különbség, ez valószínűleg velünk és a plusz-minusz 15 év, vagy nem tudom mennyit mondjak, el fog tűnni. Ez fog eltűnni. Uh-huh. Ez a különbség eltűnik az emberek közül, és olyan lesz, mondjuk, mit tudom én, hogy teljesen mindegy, hogy nagyapádról beszélsz, vagy az unokádról, működik és kész. Meglátjuk. Tehát mondom, a hétköznapokra van alapvetően ilyen hatása. Igen. Jaj, hétköznapok, bocsánat. Igen. Még nem egy nagy téma, de meg akartam említeni, mert marhára örültem neki zárásképpen. Kedvenc hírforrásomról, a 9gag-ről szedtem. Uh-huh. Azért rákerestem, hogy hát, hogyha valami magyar sajtó is lehozta. Az egy nagyszerű forrás. Igen. A másik, a magyar sajtó, amit találtam, ami lehozta, az a Blick. Ó! Úgyhogy ők is olvasnak 9gag-et. Kezeljétek a forrás szkeptikusan, de szerintem valós. Nem tudom már pontosan, azt hiszem az EasyJet repülőtársaság egyik pilótája döntött úgy, Izlandról jöttek haza Angliába, igen, és menet közben észrevett, hogy látható az északi fény. A gép egyik oldalán. Uh-huh. Pilóta gondolt egyet. És ráfordult? Aha, tett egy 360-as fordulatot. Hogy mindenki lássa. És utána mentek tovább. Ugye a lámpa lekapcs, hogy mindenki odafigyeljen, és mindenki oda volt meg vissza, emeltek egy 10 percet késtek a tervezethez képest a leszállással. Az ez menő. De senki nem panaszkodott. És ugye mindenki egyből ment Twitterre a különböző képek. És kíváncsi volt egyébként, hogy a légitársaság mit fog ehhez szólni, mert hát nyilván... Jó, hát csak megkérdezted, most nem hiszem, hogy ez tőle te csak beszólt, hogy hallod, hadd tegyek már egy kört. Nem tudom, erre én is egyébként kíváncsi lennék, hogy kérte rá engedélyt, vagy nem, mert hát biztos. Csak ő a kapitány. Hát na jó, oké, de csak úgy nem változtatod irányt, szerintem. Nem tudom. De amúgy kurva menő. Igen, és... Igen, a Twitteren mellékelték ezt a flight radaros képet, és tök jól látszik, hogy az egyenes vonal, ugye idézőjelesen egyenes. Van benne egy hurok. És van benne egy hurok. Igen, az, meg tök jól néznek ki tényleg a képek, mert rettentő sok képet töltöttek fel. Igen. Ha arra Sominak a Flight Radar 24-es linkjén rákattintotok, akkor ott láttok képeket is, meg az útvonalat is. Uh-huh. Én is szikéig gondolom, hogy... beszól esetleg a központban, mint az irányító tornyoknak, hogy módosítania kell az útvonalát, és kész. Most módosítani fogja, de hogy amúgy megteheti, mert hát mégiscsak ő a kapitány, ugye úgy vezeti a gépet, ahogy az már más kérdés utána el kell számoljon, de a légitársaság tök jól reagálta le, és ebből úgy álltak oda, hogy nagyon büszkék a személyzetre, meg a pilótára, hogy megtett mindent azért, hogy az utasok ki legyenek teljes mértében szolgálva. Igen, szóval ez az EasyJet pilótája volt. Azt hiszem, igen. EasyJet, ez a EZY1806-os járat, Reykjavik, Manchester. Uh-huh, igen. És ugye ezt így fullosan a víz fölött csinálták. Így van. Igen. De tök menő egyébként. Most biztos, hogy nagyon örültek neki, meg nekem amúgy is ilyen gyengém ez az északi fény dolog, mert én még sose láttam, és nagyon-nagyon szeretném, és elképesztőnek tartom. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy jó felség volt a részéről, mert tényleg iszonyat durván néz ki, mondom, kattintsatok rá a linkre, mert elképesztő. Egyébként, hogy néz ki, meg biztos, hogy örök élmény marad. Meg a légitársaságnak egyébként szerintem egy nagyon jó reklám. Óriási reklám. Szerintem. És hát lássuk be, az EasyJetnek nem árt a reklám. Egyébként, igen. Hogy na.
Úgyhogy lehet, hogy a következő közönség talit azt majd Reykjavikba szervezzük. Csak hogy lássuk mi is az északi fényt. Igen. Az EasyJet-es repülőút odáig ugyanígyba fog kerülni, mint Reykjavikba egy kávé. Hát kávé, igen. Sajnos egyébként, igen. De ez van. Igen. Mi annó még feleségemmel nézegettük Malmöbe, Debrecenből a repülőutat. Uh-huh. Akkor még dohányoztunk, és meg lehetett volna azt csinálunk. Elméletileg, hogy kirepülünk Malmöre, eszünk egy cigit, és visszarepülünk. Azt hiszem egy óra volt elterés az induló, vagy az érkezés induló gépek között. Van, lehet ilyen dolgokat csinálni. Potom 5000 forint volt, azt hiszem, annyiba került kb. Akkor a Debrecen-Budapest. De hogy hányan csinálták ezt, az meg, mármint nem a cigizést, de tudod tényleg ezeket az ilyen hasraütésszerű trippeket, ugye voltak oldalak, amikkel lehetett ezeket figyelni. Egyébként még pár évvel ezelőtt így Debrecenből is Majorkára úgy lehetett menni, hogy így kb. Betetted a pénztárcát a zsebedbe, elmentél, szétnéztél, lepisáltál egy pálmafát, aztán hazajöttél, mert nem volt egy nagy összeg. Nekünk is azért jutott eszünkbe ez a cigizés, majd eredetileg, hogy ú, nézd meg, mennyire olcsó a repje, hogy aha, jó, nézzünk már ma a műnök osztalást. Nem. Igen. Nem, akkor maradjunk a cigizés változatnál, mert írtózatosan. De ez is milyen durva egyébként az utazás szintjén, hogy, hogy azért nyilván most van, aki többet repül, van, aki kevesebbet, de az, hogy tudod, nekem is akárhányszor volt, vagy nekünk, mert volt, hogy egyedül volt, hogy Janival mentünk, volt Londonban dolgunk, például ott ilyen stúdióhoz mentünk el, vagy ilyesmi, hogy idő után meg tudtuk csinálni. Azt tudod, hogy Debrecenből tudtunk menni úgy Londonba, hogy reggel ment a gép, és estére visszajött. És körülbelül annyi volt a cucc, mindig a Pestre mentünk. Így van. És így... És még mindig kurva hülyén néznek a security-nél bazd meg, főleg ott kint, hogy így van nálad egy nagyon kis hátizsák. Egy pénztárca, meg egy pulcsi. Az fuck you. És meg tudod csinálni. És most már, tehát ez azért nagyon látszik, hogy azért óriási revolúció volt a közlekedés így minden szinten. Nem tudom, most már manapság már nem nagyon csinálunk ilyeneket. Majd egyszer. Mindegy, megnőtt a felhasználó igény. Nem éri már megíthagyni a közönséget ilyen hülyeségekért. Túl kicsi lett az a tábor. A ti részletekről, aki igényli a utazós vlogokat. Igen. A milliárdos utazó vloggerektől. Ja, igen, meg akkor meg azt kaptuk. Igen. Na, az, meg. Az internet nem változik meg. Mai napig tunkolják pénzzel azokat, bazd meg halálra, akik milliárdos utazó vloggereknek neveznek minket. Imádom. Egyébként az internetnek ez annyira egy gyönyörű szépsége. De nem? Bezony. Megkapod a címkét, rád van akasztva, De most már abból is sok pénzt lehet keresni, pont tegnap beszélgettünk erről így dióhéjban, most már azzal is relatív sok pénzt lehet keresni az interneten, hogy azzal basszagotod a másikat, hogy sok pénzt keres. Persze. De téged nem basszogatnak érte. Mert félnek attól, hogy téged is elkezdenek basszogatni. Igen. Vagyis elkezd basszogatni. Ez is egy olyan dolog, bassz meg az internet, ez is hihetetlen baszki, és ez is egy olyan dolog, tudod, ami mikor 15 évesek voltunk, még nem létezett. Ez a folyamat. Igen. Mert megváltozott azóta a világ. Vagy max. Két-három ember volt alkalmas, lehet, aki mondjuk ilyen Blik magazint indított. És abban kereste a pénzt, hogy elmondta rólad, hogy mekkora szar. Igen. Kitermelődtek Pisti olyan munkák, amik azelőtt nem voltak. És lehet, hogy majd egyszer feleslegesé is válnak, mint mondjuk a nem akarom a BMW Index beszerelő munkát mondani, mert az nagyon fontos, és van, aki használja, hanem mondjuk a sorozatoknak az intro készítője. Uh-huh. Azt is valaki leanimálja, megcsinálja, és mit csinál az összes ember Netflixen, vagy akármelyik sorozaton? Ugrás. Skip. Cső. Uh-huh. Jó, hogy egyszer megnézem. Én egyszer meg szoktam nézni. Skip. Uh-huh. Úgyhogy vannak ilyenek, hogy kialakulnak, meg eltűnnek munkák. Na mindegy. Jövünk majd vissza. Kinyírtuk megint a csetet, Balázs. Teljesen. Nem beszarok. Mit mondtál? Jövünk vissza. Jövünk vissza. Mikor jövünk vissza? Kettőkor. Folytatjuk a tegnapi Scarzabovot. Addig is PlayStation VR unboxing videó, Mandalorian kibeszélő, és a többi dolgok történnek. Az eredményét remélem, hogy hogy várjátok majd, vagy kíváncsibbak lesztek. Órákon rá, mint mondjuk a ma reggelre. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. További szép napot nektek. Sziasztok. Szevasztok.